A decemberben elfogadott törvény egyik legfontosabb célja, hogy felgyorsítsa az ügyintézést. Így egy hónapon belül készhez kapják a szükséges engedélyeket az érintettek. További könnyítést jelent, hogy az építkező polgároknak és a beruházóknak nem kell külön-külön engedélyt kérniük a közvállalatoktól, ezt ugyanis az illetékes szolgálat munkatársai végzik, emelte ki Zorán Tyopic. A Szabadkai Építési Szolgálat vezetője azt mondja, folyamatosan tárgyal a helyi közvállalatok képviselőivel, hogy még gördülékenyebbé tegyék az ügyintézés folyamatát. A beruházónak, aki építkezni szándékozik, a jövőben egy helyre kell benyújtania a kérelmét. Többé nem ő szerzi be a különböző dokumentumokat, hanem azt helyette az önkormányzat illetékes szolgálata teszi meg. Alfási Béla munka- és környezetvédelmi mérnök a következőképpen vélekedik az új eljárásról. Egyáltalán nem említi a legalizációt. Ez kimondottan csak az új épületek építéséhez és kivitelezésre vonatkozik. Nincs benne egy szó se, mert az egy külön törvény van a legalizációról. Március 1-től a szerbiai önkormányzatoknak az új építési törvénnyel összhangban kell eljárniuk.